Egy ismerősének adta az ékszerekkel teli szatyrot a pórul jár dombóvári nő. Azt hitte, hogy olcsó bízsukat ad át, a később őt megkárosító gyanúsítottnak. Az áldozat a testvérétől kért néhány olcsó ékszert, hogy egy barátjának adja, aki korábban sokat segített neki. A testvér azt mondta, hogy vegyen ki néhányat a szatyorból. Később vette csak észre, hogy valamennyi ékszer eltűnt. Hiába próbálták visszakérni a nagyértékű tárgyakat. A dombóvári rendőrkapitányságon indítottak büntetőeljárást egy 48 éves helyi asszonnyal szemben, aki még 2018. december 20-án egy ismerősétől tévedésből aranyékszereket és egyéb bizsúékszereket kapott, melyekkel sajátjaként rendelkezett. Azt tulajdonosának nem adta vissza, hanem helyette az álokházba vitte az aranyékszereket. A rendőrök azonnal elfogták a 48 éves gyanúsítottat, aki egy percig sem tagadta, hogy pénzre váltotta a több 100 000 forint értékű ékszert. A 48 éves asszonyt a dombóvári rendőrök jogtalan elsajátítás véttség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az iratokat a dombóvári rendőrkapitányság munkatársai a napokban átadták az illetékes ügyészségnek. A jogtalan eltulajdonítás miatt a 48 éves nő akár 3 év börtönt is kaphat, és az okozott kárt is meg kell térítenie.